nagyon jókor, meg jól kikapni, vagy jó játékkal, vagy most hogy mondjam, nagyon sajnálom, hogy így alakult, remélem, hogy nem lesz nagyobb problémája a lábával, dolgoznunk kell tovább, és jövőt javítanunk. Úgy tűnt, hogy az fogott meg benneteket, hogy kiszállt Jones is a játékból. Hát ez eléggé megfogta az a csapatot, de azért van több sérült is, hogy egyszerűen nekünk is játszunk. Most már egy jó ideje, jó lenne, hogy mindenki egészséges lenne, és úgy tudnám neki vágni ezeknek a rangadóknak. Reméljük az Antonio hétvégén már játszani fog. Melyik a csapat igazi arca? Az, amit a Kielcánál láttunk, vagy az, amit most a Skopje ellen? Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy tehát most nem kell lehajtott fejjel sétálnunk, mert mindenki küzdött és hajtott, és mindenki megcsinálta a dolgát. Sajnos ez így jött kíveres élet belőle, de egy jó meccset tudtunk játszani, ha lehet erre azt mondani, mert azért végig partiba voltunk, és tényleg mindenki küzdött. Tehát felemelt fejjel lehet játszanunk. Én nagyon remélem, hogy ahogy mondtam, jövő héten tudunk javítani, és otthon tartjuk két pontot, ami nagyon nehéz, hogy a Barcelonával játszunk, hogy egy győztes a battal, de ők is azon leszünk, hogy nyerjünk.